Sziasztok! Ma halat készítünk. Ez az üzletben Pangasius filé néven kapható hal. Tepsibe helyezem őket egymás mellé. Mivel fagyasztott hal, ezért egy picikét nedvesek. Ez egy papírtörlővel felütöttem róluk a vizet. Megsózom. Megborsozom őket. Legjobb, hogyha ilyen kevertört borsot használtok. Kell egy kis szerecsendió. Óvatosan kell a szerecsendióval bánni, mert nagyon erőteljes íze van. Egészen picikét szólunk csak rá. Rámozsolok egy kis petrezselymet, ez sajnos fagyasztott. Egy picit nehezebb, de azért ezzel is nagyon finom lesz. Ugyanezt megtesszük a másik oldalával is. Ha a másik fele is kész, akkor egy kis vajat rakok rá, mindegyik szeletre teszek bőven vajat. Megvagyok, letakarom a fóliával. Ezt tehát 80 fokra előmelegített sütőbe beteszem. Tizenöt perc alatt puhára sül. És 15 perc után pedig még egy kicsit megpirítom. Letelt a 15 perc. Leveszem a fóliát. Vigyázni kell, már nagyon forró. Jó, és grillező fokozatra állítom. És még egy 5 percet grillezem. Elkészült a hal. Jól meg is pirult. Jól néz ki, jó itt vágyat hozzá.